Végéhez közeledik az Itthon Együtt Közösen Szabolcs-Szatmár-Berekben című projekt, melynek közel 4 éve alatt 23 nagy és 50 kisebb rendezvényt tartottak a vármegye számos településén, hangzott el a záró nagy rendezvényt beharangozó sajtótájékoztatón. Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, a záró program, amelyet augusztus 17-én rendeznek a Sóstói Múzeumfaluban, a projekt méltó lezárása lesz majd. A múltunkból táplálkozva a jövőt építjük, ez talán nagyon összefoglalva a projektnek a célja és küldetése, és úgy látom, hogy az elmúlt 2,5-3 évben ezt a gondolatos sikerrel szolgáltuk különböző rendezvényekkel, 23 nagy rendezvényel, 50 úgymond kisebb rendezvényel, falusi jelenléttel, települési jelenléttel. Ezzel a nagy rendezvényen szeretnénk megköszönni a fellépőknek, a résztvevőknek, az eddigiekben közreműködőknek is, az eseménysorozatban való aktív közreműködés, településeknek, mindenkit hívunk, szeretettel várunk erre a nagy rendezvényünkre. A nagy rendezvény a minőségi szórakozás mellett egyben köszönetnyilvánítás is az együttműködő partnerek és települések felé. A Sóstói Múzeumfalu, ami hazánk legnagyobb regionális, szabadtéri néprajzi múzeuma, remek helyszínül szolgál majd a programok lebonyolításához. Itt olyan hozzáadott kulturális érték van, amely a múltat megidézve, a múltban visszamerengve, hogy mik a gyökereink, és hogyan éltünk korábban, és most hol vagyunk, és hová tartunk, ez egy nagyon jó identitás erősítő elem, és nagyon kiválóan kapcsolódik a program sorozatunkhoz, mert itt miközben zajlanak az rendezvények, meg tudnak tekinteni olyan régi használati tárgyakat, olyan értéktárba tartozó dolgokat, építményeket, amelyek még jobban erősítik azt, hogy milyen múltunk van, és mikre lehetünk büszkék, és milyen jó itt lenni. A program lehetőséget kínál a fiatal, hátrányos helyzetű vármegyei tehetségeknek is a bemutatkozásra. Így fellép a Varázscipők junior, a Szabolcsi Dobverők és a Karaván hagyományőrző cigánytánc együttes. A nézők láthatják majd a Four for Dance, az Y2K és a Párnograszt műsorát is. Este a Mandala Dalszínházé lesz a színpad, amely a Hiszek egy hazában című produkcióval áll a közönség elé Sasvári Sándor vendégszereplésével. Ezt az előadást mi 2021-ben mutattuk be, június 4-én a Váci Mely Kulturális Központban, a Nemzeti Összetartozás napja jegyében, és az összeállítás is erre rímel, hiszen rockoperákból, természetesen magyar történelmi rockoperákból hangzanak el benne részletek, elsősorban, mint például az István a királyból, az Egri csillagokból, a Költő visszatérből, az 56 seb vér című 1956-os eseményekre emlékező rockoperából, illetve versfeldolgozások, magyar írók verseinek zenés feldolgozásai hangzanak még el, valamint versek is, amelyek a hazaszeretetről, a nemzeti identitásról és a nemzeti összetartozásról szólnak. A rendezvény méltó lehetőséget kínál magyarságunk megélésére és a közös ünneplésre. Augusztus 17-én a programok térítésmentes megtekintésével párhuzamosan a Múzeumfalu kiállításai is ingyenesen látogathatóak majd.